általában érezni lehet egy ügyben a többé-kevésbé, hogy milyen határozat születik. Ezt nem szoktuk előre mondani. Nos, ebben az ügyben, hát mint említettem, a tényállását ezért évesen állapították meg. Nekem hát okirati bizonyíték van, Nagy Képilő Sándor felmentették, tehát rehabilitáció történt, egyszerűen felmentés történt. És még egyszer mondom, őt emberölésben soha nem mondták ki bűnösnek, és nincs is olyan ítélet, amiben egyszerűen burkoltan is benne lenne egy emberölés leírása. Tehát meggyőződésem, hogy az emberi méltósághoz való jog, amelynek társjoga ugye az emberi élethez és méltósághoz való jog, olyan abszolút védelmet érdemel, amely pusztán a véleménynyilvánítás jogával csak nagyon indokolt esetben sérthető, és ebben az esetben nem volt erre alap. Az sem igaz, szerintem legalábbis, hogy Zuroff úr csak akkor fordult volna a nyilvánossághoz, mikor kiderült, hogy nem ért el eredményt a bíróságok előtt, vagy a ügyészség előtt, hanem mindjárt 2006 nyarán, amikor Képbíró Sándor hollétéről tudomást szerzett, akkor ő azonnal nagy nyilvánosság előtt vádolt a Képbíró Sándort. Én nem emlékszem, és ez így is volt. Tehát 2006 nyarán őt komolyan vádolták, hiszen 2007-ben utasították el ezt az indítványát Zuroffnak. Tehát az ő vádaskodásai nem 2007-ben kezdődtek, hanem 2006 nyarán. Ez az értelmezés természetesen elemzést igényel. Ha megkapjuk írásban, akkor elemezni fogjuk. Bizonyára, hogy sok értékes elem van benne, de ez az értelmezés valójában az emberi méltósághoz való jog olyan szűk értelmezés, ami szerintem nem foghat helyt. Ismétlem, olyan személy terhére, akit soha, még egyszer mondom, soha semmilyen hatóság emberölésben nem mondott ki bűnösnek. Tehát ilyen személynek az állandó folyamatos, ilyen megjelölése az emberi személy semmibe vételét jelenti. Már most ismétlem azt, hogy magyarországi hitelt érdemlő fórumok is diszfunkcionálisnak tartják ezt a törekvés Zuroff urat, én magam is elefántnak tartom a porcelánboltba. Az ő célja az, hogy a zsidó és nem zsidó közösségek viszonya javuljon, akkor nem ez ilyen módszereket kell alkalmazni. Fölteszem a kérdést, hogy 98 éves embernek a bíróság elé vitele, és függett attól, hogy ez milyen motivumból, ami meggyőzésem szerint felmentéssel vagy megszüntetéssel fog végződni. De ettől eltekintve is, hogy vajon egy ilyen tény ez a zsidó közösségek öntudatát, valamint a keresztény és zsidó, vagy zsidó és nem zsidó közösségek egymás iránti szeretetét és együttműködését szolgálja-e, vagy valamilyen más célt szolgál. Valamilyen más célt szolgál, esetleg egy olyan mozgalmi célt, amikor a mozgalom önmagáért van, a mozgalom azért van, hogy csináljunk valamit. Ez egy aktivista magatartás, csináljunk valamit, hogy legyen valami. Magyarországon nincsen antiszemitizmus, Magyarországon tömegével tüntették meg, még az ártatlanokat is. A 40-es években 40 ezer embert internáltak, 60 ezer embert fosztottak meg az állásától, és 48-ig 189 halálos ítéletet hajtottak végre. Ennek jelentős részét alaptalanul, ártatlanul a népbíróságok. Tehát nincsen alap arra az állításra, hogy nem történt volna meg az igazságtétel Magyarország. A zsidó ügyekben megtörtént az, amit büntetőjogilag el lehetett képzelni. Szerintem már nincs életben senki, belépve Képbírót is, akit nem érintenek, valójában nincs neki zsidó kapcsolata és nincs zsidó ellenérdekeltsége. Tehát nem igaz, hogy szükség van erre az eljárásra. Kettő pedig történelmi leckére sincs szüksége a magyar népnek. Azért nincs szüksége történelmi leckére,
mert Magyarország, mindjárt befejezem, az egyetlen ország, ahol nem büntetik meg a kommunista bűnösöket. Itt a kommunista gyilkosok szabadon jönnek, mennek. A délvidéken, ahol ők 3500 embert öltek meg, ők vagy mások, ugye ott 40 ezer magyarról haláláról beszélünk, szó nincsen arról, hogy a jugoszláv partizánok által elkövetett háborús büntetet bárki követelné, hogy megtorolják, magyar állam se, és ilyen körülmények között a magyar népet kell történelmi leckében részesíteni azért, hogy meg kell büntetni a holokausztért felelősöket. Miközben ismétlem, a tisztelt bíróság elfelejti közölni, és ez nem kutatás eredménye, ez ebben az ítéletben is benne van, hogy a 42. január 21-22-23-i események egy partizán ellenes razziát jelentette. Mert razzia során... Razziafetisztogatást. Elsősorban szándéka szerint razziát, amely bizonyos részleteiben, nem használom ezt a szót, bizonyos részleteiben rablásokba és gyilkosságokba torkolt. Ezeket a rablásokat és gyilkosságokat azonban be kell bizonyítani, és aki rabol, gyilkolt, azt meg kell büntetni, de aki nem rabolt és nem gyilkolt, annak az alaptalan gyalázása és vádolása az egyszerűen gyilkos cselekedet, mert az képjelő esetében nem csak a személyiségét teszi semmivé, hanem tanúja voltam, 2006 óta vagyok az ügyvédje, nagyon súlyos egészségkárosodást szenvedett. Ennek a bizonyítékait szándékosan nem hoztuk ide, mert ezek a belső szférájába tartoznak egy embernek. Képíró Sándor 2006-ban egy teljes mértékben friss és fizikailag, szellemileg jó állapotú ember volt. Ez az öt év nagyon súlyosan megviselte. Tehát én nem lennék nyugodt lelkiismerettel, ha egy ember tönkretételéhez így hozzájárultam volna, hogy Zubofa képíróhoz. Képíró Sándor, most miért nem jött el a kegyveres és a közöttől a kezdődő büntető eljárásra eljön-e? Most miért nem jött el az eljárás, a kárgyalásra és két nap múlva a büntető eljárásra eljön? Ez egyrészt azért, mert képíró Sándor nehezen mozog, a hallása nem tökéletes, tehát nem tudta volna az egész tárgyalást követni, és végső soron én magam, mint jogi képviselő nem akartam kitenni annak, hogy sértegessék és gyalázzák, hiszen az első tárgyaláson gyilkosnak nevezte őt az Urof minden következmény nélkül. Erre senki nem kötelezhető, nem csak 98 éves, de 18 éves korában se, hogy folyamatosan gyalázzák és sértegessék. Én el tudom viselni, mert tudom, hogy kivel állok szemben. Ezért nincs itt. Természetesen a másik perben ott lesz, és meg fogja adni ő helyzethez képest a megfelelő válaszokat. Én meg vagyok győződve arról, hogy képíró Sándor ártatlan, és arról is meg vagyok győződve, hogy erről Zuroff úr is meggyőződhetett volna. De Zuroff úrnak nem az volt az érdeke, hogy erről meggyőződjön, hanem az volt az érdeke, hogy ad abszurdum vigyen egy ügyet. Most ebben a szakaszban triumfálhat. Majd meglátjuk, mi lesz. Hogy pontosan mire hivatkozva fellebbeznek. Tehát azt hiszem, hogy három pillért említett. Tudom, csak a diktafonom ott volt a bíró túloldalon. Hát kértük elsősorban azért, mert elutasított a felfüggesztési rendelkeztet indítványunkat, hiszen a képíró Sándornak a bűnössége az egy olyan alapkérdés, ami nélkül, bár hiába mondja a bíró, ami nélkül nem dönthető el ennek az ügynek a lényege, hiszen ha ez igaz, hogy ő háborús bűnös, akkor nem automatizmusként, de azért jelentős mértékben erősödik a vádlott pozíció, tehát a vádlott célja is lett volna ez. Ez egy esetben nem célja a vádlottnak, hogyha úgy sejtő, hogy ennélkül is közelmára kedvező határozat születik. Tehát a felfüggesztés elutasítását az érdemi döntés elleni fellebbezésben lehet kérni. Másodszorban az a tényállás, amit a bíróság ismertetett, az éhezagos és felel meg a mi ismereteinknek, hát nem felel meg. Például csak annyit mondok, hogy rehabilitációról beszél, tehát rehabilitálni elítélt személyeket szoktak. Képíró Sándor el nem ítélt állapotban van, őt felmentették, tehát nem létező ítélet az a 44-es, jogilag nem létező ítélet.
és hát ebből eredőleg a jogi következtetések is tévesek, a nem megfelelő tényállásból levont következtetések, és ebből következőleg szerintem Zuroffot ki kell mondani, bűnösségét meg kell állapítani. Kétségtelen, hogy egy nagyon kényes és szakmailag nehéz megítélésű ügyről van szó, ezt én elfogadom. Kívánom a bíróságot vádolni, vagy hibáztatni, de az a véleményem, hogy ez egy sokkal alaposabb mérlegelést igénylő ügy. Itt szembe kell állítani az emberi méltósághoz való jogot és a tájékoztatáshoz való jogot. Nem tudom elfogadni, hogy itt olyan tájékoztatási érdek volt, ami miatt egy idős embernek tönkre kell mennie. Megfelelő módon lehetett volna ezeket a tényeket közölni, és megismétlem, 97 elején már nyilvánvaló volt az, hogy nem létezik, tehát jogilag nem létezik a 44-es ítélet, nyilvánvaló volt, hogy nem létezik a 46-os elítélés. Hát ez Zuroff úr végig a mai napig azt mondja, hogy 46 elítélet. Hát bocsánatot kérek, ezt meg szabad engedni? Hát ő neki 2007-től kezdve legalább vissza kellett volna